Az MB3 középcsoport harmadik fordulójában a Dunaharaszti a Pénzügyőrt látta vendégül. A Pénzügyőr a Hajdú, Mészáros, Rabatin, Strunga, Fejl, Laurinec, Karvalics, Lucek, Bíró, Buzás, Szabó összeállításban kezdte meg a mérkőzést, a Dunaharaszti pedig a Szacskó, Sejber, Nyéki, Márton, Dallos, Kovács, Kacsal, Rétsági, Mészáros, Bozsik, Szankó összeállításban futott ki a pályára. A mérkőzésen nagyon fontos lett volna egy Dunaharaszti győzelem, hiszen a bajnokságot rosszul kezdtük, mert az első fordulóban a Pécstől hazai pályán 1-0, míg egy héttel később Dabason 2-0-ra kaptunk ki, így ezúttal muszáj lett volna a 3 pontot begyűjtenünk. A Pénzügyőr viszont nem kezdett rosszul, hiszen őnekik már 4 pontjuk volt a találkozó kezdésének pillanatában. Még mindig az első 10 percben jártunk, amikor az aktívan kezdő Pénzügyőr próbált meg veszélyes lehetőséget kialakítani a kapunk előtt, de itt a felfutó Fejl összeütközött Szacskóval, így mi jöhettünk szabadrugással. Aztán válaszkép, mi is megpróbáltunk megindulni, de Buzásnak sikerült Mészáros elől felszabadítania, majd Rétsági emelte magasra a lábát, amiért megkapta a mérkőzés első sárgalapját a 9. percben. Néhány perccel később Strungához került a labda a bal oldalon. Kis Eiberrel állt szemben és jól tekert középre, ott pedig érkezett Launinyac és védhetetlenül fejelt a hosszú alsó sarokba, ezzel a 18. percben megszerezte a vezetést a Pénzügyőr. Itt látható, hogy Strunga középre teker, Launinyac pedig pontosan érkezik, Szacskónak pedig esélye sem volt ezúttal a hárításra. Még mindig az első félidőben jártunk, amikor Strunga tekerte előre a labdát Laurinec feje felé, de Szacskó jól futott ki a kapuból, és elütötte a játékszert. Aztán ismét Strunga próbált volna meglépni a bal szélen, de ez nem sikerült neki, ráadásul a játékvezető le is fújta az első játékrészt, ami 1-0-ás vendégvezetéssel zárult. Félidőben aztán rendezte a sorait a DMTK, hiszen sokkal nagyobb elánnal kezdtük meg ezt a játékrészt, annak ellenére, hogy az első veszélyes lehetőség a Pénzügyőr előtt adódott, de aztán a folytatásban már a Dunaharaszti akarata érvényesült. A 46. percben Bozsik volt erőszakos és megtartott egy labdát, ami után Buzás szabálytalankodott vele, így szabadrugáshoz jutottunk, amiből azonban nem lett komolyabb veszély a kapunk előtt. Nem úgy a 49. percben, amikor Rétsági felszabadítására Mészáros indult el. Mészáros elfutott a jobb oldalon, és Szankóhoz passzolt, Szankó pedig Sejbert játszotta meg. A jobb oldalon Sejbert áttekert a hosszúra Mártonhoz, Márton pedig egy játékkal után 16 méterről a hosszú alsóba bombázott ezzel. 1-1-re módosult a mérkőzés állása. Sejbert szépen passzolt, Márton előbb felpörgette, majd mielőtt lepattant volna a labda, egyből kilőtte a hosszú alsót. A 68. percben Strunga kapott szép labdát az ellenfél térfejének közepén, majd kapura lőtt, Szacskó azonban ezt remek mozdulattal ütötte ki. A 69. percben jártunk még mindig, amikor Sejber indult el középen, majd Szankóhoz passzolt, Szankó pedig betört a 16-oson belülre, szép cselekkel fektette el védőit, amikor az utolsó játékos odaért és buktatta labdarúgónkat, így a játékvezető jogosan a 11-es pontra mutatott. A büntetőt Bozsik végezte el, nagy erejű középre tartó lövését, vel nem tudott mit kezdeni a vendégek kapusa. Ezzel már 2-1-re vezettünk. Bozsiknak ez volt az első gólja a DMTK színeiben, a harmadik mérkőzésen sikerült először a kapuba találnia. Hajdú ezt a lövést nem foghatta. Néhány pillanattal később Kacsal szerzett labdát a pálya közepén, egészen pontosan a 75. percben, azonban Bozsik szabálytalankodott Buzással szemben, ugye a játékvezetőnek is felmutatta a sárga lapot. A 77. percben Bozsik volt erőszakos és megtolta a labdát a jobb oldalon, majd középre passzolt, ahol Farkas érkezett, azonban elvétette a játékszert, de így is jó lett a hosszú oldalon Dallosnak a labda. A
Dallos egy átvételt követően passzolt középre, ahol Farkas érkezett, Farkas visszapasszolt Dalloshoz, Dallos középre tekert, ott pedig már érkezett Bozsik, és védhetetlenül fejállt a kapuba. Ezzel a 77. percben 3-1-re módosult az állás, így gyakorlatilag eldőlt a 3 pont sorsa, ráadásul az esetnél reklamáló Buzás még egy sárga lapot is kapott a játékvezetőtől. Az utolsó percekben próbálkozott a Pénzügyőr becsülettel, azonban már nem volt átütő erő a támadásaikban. A 80. percben Strunga kapott sárgalapot, miután ő esett el a labdával, majd Szankut szabálytalanul akadályozta meg a játékszer továbbvitelében. A legvégére még maradt egy Lucek szabadrugás és egy Szacskóvédés, de már az eredmény nem módosult a folytatásban. A mérkőzést 3-1-re nyertük meg. Ezzel pedig végre megszereztük első pontjainkat, és reméljük elindultunk felfelé a tabellán.